Nézzük, hogy mit ír a nemzetközi sajtó a koronavírus járványjal kapcsolatban. Nincs érdemi változás, a járvány által leginkább sújtott két európai országban, Spanyolországban és Olaszországban sem az előző napok adataihoz képest. Mindkét országban stagnált az új megbetegedések száma, és valamivel kevesebben vesztették életüket, így az aktív esetek görbéje enyhén emelkedik. Az Egyesült Államokban fél millió fölé emelkedett azonban a fertőzöttek száma, viszont napok óta 30 és 33 ezer közötti új beteget regisztrálnak az USA-ban a pénteki volt az első nap, amikor több mint 2000 ember vesztette életét a koronavírus betegséggel összefüggésben. Az esetek számának ilyen növekedése ellenére is vannak jelek arra, hogy az USA-ban az otthon irányuló intézkedéseknek van hatása, erről ír a Guardian. Andrew Cuomo, a New York kormányzója pénteken óvatos optimizmussal fejezte ezt ki, hogy az állam szintje lassul. Újra kinyithatnak kettől a 400 négyzetméternél kisebb boltok Ausztriában, a maszk viselése és az előírt távolság betartása azonban kötelező lesz, erről ír az UE Firuncváncik. A bevásárló központok zárva maradnak, a kivitelek 21-es listája azonban bővül. Ide tartoznak az építőanyag, fém és fakereskedések, a zálogházak, illetve a nemes fémek adásvételével foglalkozó üzletek. A portál beszámol arról is, hogy szombattól pénzbüntetéssel sújthatják a rendőrök a renitenseket. A szájmaszkot nem viselők 25 eurót kell, hogy fizessenek, azoknak pedig, akik nem figyelnek arra, hogy legalább másfél méter távolság legyen közöttük, 50 eurós büntetésre számíthatnak. Németországban is életbe lépett az a szabályozás, amelyről Magyarországon már jóval korábban döntöttek, annak aki külföldről tér haza, Két hetes házi karanténba kell vonulnia. A CDF további részleteket is közölt. Ha valaki hajóval vagy repülővel érkezik meg, tudatnia kell a hatósággal azt is, hogy merre járt és hogy kikkel lépett kapcsolatba. Kivételt a fuvarozók és az ingázók jelentenek, valamint azok, akik egy napnál kevesebbet tartózkodtak külföldön. A Német Közszolgálati Televízió internetes felülete a munkaügyi hivatal legfrissebb adatait is közli, mely szerint március 27-e óta 40%-kal 470 ezerről 650 ezerre nőtt azoknak a cégeknek a száma, amely rövidített munkaidőben foglalkoztatja munkatársait. Az eddigi rekordnak számító 2009-es évben 1 millió 400 ezer alkalmazott volt hasonló helyzetben.